Vezetőknek, pénzügyi szakembereknek és könyvelőknek szervezett fórumot a Tollavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A résztvevők között voltak, akik még csak tervezik, hogy belépnek a duális képzési rendszerbe, illetve többen már régóta foglalkoznak a tanulók oktatásával. Négy témakörben juthattak hasznos információkhoz. Az első témakör maga a képzőhelyé válás folyamata, amely ugye nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával kezdődik, és egy helyszíni szemlével záródik, amikor is a duális képzési tanácsadó két szakértő segítségével megállapítja, hogy a cég alkalmas-e a képzésre. Emellett szó esett arról is, hogy milyen kötelezettségeik vannak, és milyen jogok illetik meg a duális partnert és a diákokat. Továbbá a jelenlévők a kifutó szakképzési rendszerről is hallhattak a rendezvényen. És a negyedik téma, amelyet szerintem mindenki a legjobban várt, a szakképzés finanszírozásával foglalkozott. Ehhez évről évre felkérjük a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési igazgató helyettesét, Görgei Zsolt urat. Minden évben elfogadja a meghívásunkat, és ő segít eligazodni a finanszírozás rejtelmeiben. Nagy érdeklődés volt idén a rendezvény iránt. Az előző évekhez képest ezúttal lényegesen több volt a jelentkező, idén 65 fő regisztrált az eseményre. A szakember elmondta, hogy egyre népszerűbb a vállalkozások körében a duális képzés. Az elmúlt időszakban a cégek nagy része elsősorban a saját dolgozók oktatásának lehetőségét használták ki.